Tegnap reggel 9 órakor exhumálták Kossuth Lajos koporsóját. A koporsót fedő rézlap eltávolítása után Földi Emil doktor 10. kerületi tiszti orvos az üveglapon át agnoszkálta a tetemet. Azután Rafai Sándor evangélikus lelkész mondott nagy hatású imádságot. 100 000-nyi ember rótta le kegyeletét ismét a nagy halott előtt. Most, hogy ideglenes sírjából áthelyezték koporsóját az ország legnagyobb sírépítményébe. Kossuth Lajos 15 évvel ezelőtt hunyt el Torinóban. Mikor 45 év emigráció után végleg lehunyt a szemét, kérdéses volt, hogy hazajöhet-e. Vajon hogy dönt a kormány? Mit enged Ferenc József? Emlékszem, a budapesti hírlaptól engem küldtek ki, hogy tudósítsak Torinóból. 1894. március 21-én érkeztem a városba, és rögtön Kossuth lakására siettem. Akkor még az egyszerű vaságyon pihent, fekete ruhába öltöztetve. Arcán nem látszott a szenvedés, fehér volt, mint a márvány. A szobában tavasz volt, virágok, koszorúk mindenfelé. Ibolya, orgona, játszint. Ezeket szerette. Halotti maszkjához két olasz szobrász vette le a gipsz mintát, testét bebalzsamozták, akárcsak Deák Ferencét annak idején. Kossuth halál és temetése több héten át foglalkoztatta a hazai és külföldi közvéleményt. A magyar lapok címoldalon számoltak be minden eseményről, melynek köze volt a kormányzó halálához. A gyász felszínre hozta a magyarok elfojtott szabadságvágyát és indulatokat gerjesztett Kossuth kibékíthetetlen ellenfelével Ferenc József császárral és a bécsi udvarral szemben. Amikor Pesten a hatóságok levetették a halálhír hallatán kitűzött gyászlobogókat a középületekről, tiltakozó utcai zavargások törtek ki, melyet megtorlás követett. Végül a kedélyek lecsillapodtak, a parlament döntött, Kossuth hazajöhet, de hivatalosan nem a nemzet halottjaként. Temetését a főváros rendezi, melynek évek óta díszpolgára volt. Több napos várakozás után torinói ravataláról koporsóját a vasútállomásra vitték, és feltették a gyászvonatra. No kérem, március 28-án este indultunk el a vonattal. A koszorús kocsit azt előre tették, a halottas kocsit, amin egyébként nem látszott, hogy halottak vannak abban, azt tették hátra. Sokan voltak, nagyon sokan. Sokan sírtak, és a kalapjukat lengették, miközben belerobogtunk az éjszakába. A Habsburg Birodalom osztrák felén éjszaka kellett áthaladnunk. Minden állomásra csendőröket vezényeltek ki, akik nem engedtek senkit a vonathoz. Pedig sokan várakoztak koszorúkkal, de hiába. Lörzben, na ott is sok ember volt, de csak az állomáson kívül, mert a peronon ugye a zsandárok és a polícia strázsáltak. Az állomásvezetőnek volt egy magyar rokona, aki még ott is lakott nála, de még őt sem engedték oda hozzánk. Azért volt egy olyan munkásféle, akinek valahogy sikerült áttörni a kordont, és csak feldobta a koszorúját a vonatra. Mi újságírók többen is ezzel a vonattal jöttünk haza. Az olasz-osztrák határon az összes koszorút, virágdíszt leszedették a vonatról, és csak a magyar határon lehetett újra felékesítetni a szerelvényt. Triesztet elhagyva a hegyek között egyszer negyed órára megálltunk. El kellett engednünk a császár vonatát, ki Abáziából tartott hazafelé. Március 30-án péntek reggel értünk be Csáktornyára. Amikor átértünk a magyar határon, hát én szinte éreztem, hogy megdobban a föld, de hogy talán még a fák is a földig hajoltak, tetszik érteni? Az állomás fala tel volt fekete szövetekkel, a fal nem is látszódott, az asszonyok, de még a férfiak is sírtak, amikor beértünk. És amikor mozdonyt megpillantották, egyszerre csak felcsendült a szózat. Hát, így értünk be a magyar földre. Még most is megkönnyezem. Csáktornyán már reggel 4 órától gyülekezett a tömeg. Érkeztek a küldöttségek az ország minden részéből. 10 000-ek várták a hazatérő Kossuthot. Yeah.
ahol csak megálltunk, mindenütt beszédet hangzottak el. A tömeg pedig megostobolta a vonatot. Mindenki le akar tépni egy levelet a koszorúból, hogy elrakja magának emlékbe. Ekkor azokat a lámpákat már meggyújtották, és az egész elejét befőtték fekete szövetekkel. A Ferdinánd híd az majd leszakadt. Annyian álltak rajta, hogy nézték, hogy bemegyünk a nyugati pályaudvarra. Ez volt egész pontosan március 30-án, 3 óra 25 perckor. Ekkora tömeget még nem látott Budapest. A pályaudvar környéke feketén lett az emberektől, akik fegyelmezetten csendben várakoztak. A koporsót díszkísérettel gyászhinton vitték ravataláig a Nemzeti Múzeumba. A múzeum épületének oszlopcsarnokát egészen bevonták feketével. Belül sem volt egy tenyérnyi fehér folt sem a falakon. Az a pompa, gyönyörű rend, minden kis részletre kiterjedő gondosság az óriási tömeg közepette, hát az valóban ámulatba ejtette az embereket. A ravatal a csarnok közepén állt. Körös-körül fekete vászonnal letakart pacsorok emelkedtek a hölgyközönség számára. A lépcsők karpárkányán hatalmas, lángoló vedrek égtek. Benne a ravatal körül 92 gyertyalángja lobogott. A koporsót pálmák és örökzöld növények vették körül. Egész szombaton, késő estig nem fogyott el a nép, amely néha órákig várt a múzeum előtt, csak hogy feljuthasson, és egy pillantással nem Isten hozzáadott, de Isten hozottat inthessen a nemzet dicső halottjának. Külön ruhát varrottam a temetésre, ahogy az illendő. Gyászruha nem állhat a szekrényben. Minden alkalomra újat kell varratni. A divatot Párizs és Bécs diktálja. A temetés napján a gyászmenetet a főváros független érzelmi polgárnői nyitották meg. 1500 talpig gyászba öltözött nő, akik széles sorokban karonfogva és némán haladtak. Ó, kérem, Kossuth temetésén szinte mindenki ott volt. Az volt a ritka ember, aki nem jött el. A gyászszertartáson Jókai beszéde váltotta ki a legmélyebb érzelmeket. Hatalmas beszéd volt, csak nem 3 fertály óráig tartott. A csarnokban mindenki sírt. Tizenegy óra után hozták ki a koporsót a múzeumból, hogy feltegyék a gyászkocsira. Addigra százezrek szállták meg az utcákat, mert hiszen előre kihirdették, mely útvonalon viszik Kossuthot a temetőbe. A Hatvani utcát aznap már Kossuth utcának hívták. Mindenfelé foglalták a helyeket. A fiatalabb emberek felmásztak az égő gázlámpákra. Létrák álltak a falak mentén, amelyről emberfürtök lógtak. Minden utcai akácfa egy-egy páholy, amelynek tavaszi rügyei között már korán reggel elfoglalta helyét a bérlő. Az erkélyekért és ablakokért is nagy árakat fizettek. A gyászkocsi 1:30 után érkezett a temetőbe. A sírnál megható jelenet zajlott, Rákosi Viktor, az író, térdet hajtva, lázas zokogással odaborult a koporsóra és megcsókolta a peremét. Ezrek követték a példáját. Gyönyörű, fenkölt gyászünnepség volt, sokan nem is bírták az erős érzelmeket. A lapok megírták, hogy 9 asszony elalélt a menet alkalmával, és egy férfi pedig, kit egy kapuajban ápoltak, meg is halt. Nem volt ekkora temetés soha Magyarországon. 600 000-nél is többen jöttek, hogy elbúcsúzzanak Kossuthtól. Most, hogy végre felépült, nemzetétől kapott sírhelye, örök nyugalomra lelhet a magyarok Mózese.